Így néz ki a Bátaszékkövesdre vezető út. Szedeli Csaba 50 éve él itt, és azt mondja, a bekötő út állapota évtizedes problémát jelent az itt lakó, alig több mint 150 embernek, és a településen működő vállalkozásoknak, telephelyeknek. Az elmúlt egy évben jelentős mértékben romlott az út szerkezete. Mert újították nem régen itt a szennyvizet, nem is volt szennyvíz, most vezették, és ezáltal még rosszabb lett a helyi közlekedés és útszakasz, nagyon sokat sérült. Keskeny is volt az útszakasz, mindig a patka, a víz elmosta. Gépjárművel elég sűrűn járok én is haza a faluból, meg kifelé, és ezáltal a kerülgetéssel két autó nem férte rendesen, a sérülések miatt elég sok hiba került az autókba, a futóműításokba, a gumiba, felnicsere volt, meg ilyesmi. Szeddeli Csaba hozzátette, több egyéb fejlesztés is ráférne a falura, de ez az útszakasz talán a legfontosabb. A faluba a csapadékvíz elvezetés felújítása is szükséges lenne a központba, és az áttereszek kipucolása, meg ilyesmi. Járdákat azt elkezdte a polgármester úr felújítatni, úgyhogy minden évben kijönnek, és beszélünk erről, hogy mi a gond a faluba, és hogy mit kellene megcsinálni, amire van, lenne pénz. Járdákat újítatott föl, lapokat intézett nekünk. Most ez az útszakasz, ez nagyon fontos lenne. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, hogy 2014 óta hagyomány, hogy minden évben lakossági fórumot tartanak Kövesden és Lajvéron, hogy felmérjék a helyi problémákat, igényeket. Az elmúlt időszak legnagyobb problémája volt az, hogy meg kéne oldani a szennyvíz csatornahálózatnak a kiépítését. Erre az önkormányzatnak volt egy pályázati lehetősége, és hát a 2020-as esztendőben gyakorlatilag be is fejeződött a szennyvíz csatornaépítés. De ezzel egy új problémát vettünk úgymond a nyakunkba, hiszen a helyreállítási munkálatok nem sikerültek teljesen, és több szakaszon a jelenlegi útburkolat állaga romlott. És hát sajnos nagyjából 20 éve próbáljuk felújítani a település részre bekötő útnak egy mintegy 400-420 méteres szakaszát. Évről évre javítjuk, kátyúzzuk, patkánzzuk, de egy olyan műszaki megoldást kell találni, ami stabillá és biztonságosá teszi a közlekedést, már csak azért is, mert többek között a helyi járatos közlekedés is ezen az úton közlekedik be a településre. Eddig az az akadály is előttünk volt, hogy ez az útszakasz, ez külterületi útszakaszként volt nyilvántartva. 2020-ban a rendezési terv módosításakor belterületbe csatoltuk ezt az útszakaszt, így ebben az esztendőben már megnyílt a lehetőség arra, hogy a belügyminisztérium által kiírt pályázatra be tudjuk nyújtani az igényünket, el is készítettük a tervezői költségbecslést. Az érintett útszakasz mintegy 420 méter lenne, amit 4 méterre szélesítenének ki, és a rekonstrukció is olyan műszaki tartalommal készülne el, ami stabilan kiszolgálná mind a lakókat, a helyi járatos közlekedést, vagy a mezőgazdasági vállalkozásokat. Nagyon strapabírónak kell lenni az útnak, amellett olyan terepkörülmények között található ez az út, hogy a csapadékvíz kimosás az gyakran okozott benne kárt. A becslések alapján ennek a bekerülési költsége mintegy 41,5 millió forint lenne. Ehhez 20 millió forint támogatásra tudjuk benyújtani az igényünket, tehát mintegy 21,5 millió forintot kell a város költségvetéséből biztosítani. A pályázat elbírálása az ennek az évnek a közepéig várható, tehát valószínűleg augusztusig. Amennyiben pozitív elbírálásba részesülnénk, akkor a kivitelezés várhatóan ezek 2022 tavaszán tudna megkezdődni. Nagyon bízunk benne, hogy egy sikeres pályázattal az itt élő mintegy 150 kövesdi polgárnak, az itt dolgozó és tevékenykedő szőlészeknek, borászatoknak, mezőgazdasági vállalkozásoknak meg tudjuk teremteni egy 21. századi közlekedési feltételt. A polgármester elmondta, hogy a mintegy 21,5 millió forintos önrész már a 2021-es évben is rendelkezésükre áll, ám az elbírálás és előkészítés ütemét ismerve úgy gondolja, a remélhetőleg pozitív elbírálás után a munkára csak jövő tavasszal kerül sor.